harmadik éve, hogy a Honvédelmi Sportszövetség támogatja ezeket a versenyeket. Most már 5 versenyen vettünk részt 3 év alatt támogatóként, és hát 6. éve szervezzük a kadétoknak a szabadidős programját, és nagyon örülök annak, hogy itt is jeleskednek, és nagyon jó küzdelmeket látunk, és nagyon népszerű is úgy látom a kadétok között. Ez egy eszméletlen érdekes rendezvény volt számomra, ahogy említette, az első alkalom. Nem is gondoltam, hogy ezt ennyire beleélés és ilyen élvezettel tudják játszani a fiatalok. Ami engem megdöbbentett, hogy ez egy igazi csapatmunka. Látható volt, hogy gyakorlatilag úgy működött a csapat, mindkét csapat, mint hogyha egy valódi rajt képeznének, vagy egy kisebb alegységet. És látszott a teljes munkamegosztás, látszott az, hogy van egy vezető, látszott az, hogy komoly stratégia szerint mennek, és látszott az, hogy nagyon-nagyon élvezik. A verseny vége előtt 15 perce még jelentős különbség volt a két csapat között, aztán azt láttuk hirtelen a véghajrában, hogy följött a miskolci csapat, és majdnem kiegyenlítette, úgyhogy ez különös bájt adott a mai estének. És hát akkor nem maradt más hátra, mint tényleg felhívni a színpadra az első helyezettet, akik nem más, mint a Vaes, vagyis a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvasról. Gratulálunk, srácok! Nekem ez nagyon jó volt így élményszerzésnek is, hogy mert én nagyon sokat játszok ezzel a játékkal, nagyon szeretem. És tök jó, hogy most így lanon tudtunk játszani együtt, és teljesen más érzés, mint otthon a gépek előtt. Ez egy inkább egy ilyen mentális sport. Kajakozok, tehát én kajakkenúban vagyok, az meg egy fizikai. Szerencsére abban is jó vagyok. Kétszeres világbajnokat mondhatom magamat olimpiai számokban. Úgyhogy, de mind a kettő egy szenzációs élmény.